következő mesét Tóth Boglárka küldi neked a KNTH Gyógyvarás Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! A tűzmadár. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy hatalmas cár, a neve Václav. Három deli fia volt, Vasili, Dimitri és Iván. Gazdag volt a cár, sok a kincse, fényes a palotája, a legbüszkébb mégis a palotát övező kertjére volt, amelynek nem akadt párja szélese világon. Szebbnél szebb, ritkábbnál ritkább fák nőttek ebben a kertben. A cár szívének mégis az a fa volt a legkedvesebb, amelyen aranyalmák teremtek. Hanem egy éjjel csodálatos madár jelent meg a kertben, a tűzmadár. Arany a tolla, gyémánt a szeme. Egyenest az aranyalmafára telepedett, és reggelre fölfalta minden gyümölcsét. Reggel elrepült, de se visszatért, és megint megkopasztotta az aranyalmafát. Nem jutott a cárnak egy szemalma sem. Búsult is eleget miatta. Egy napon aztán magához hívatta a fiait, és azt mondta. Fiaim, fogjátok el a tűzmadarat, életem megrontóját. Aki elfogja, azé lesz a fele királyságom, s holtom után a másik fele is. A cárfiak azt felelték rá. Drága atyuskánk, már is futunk, hogy elfogjuk a tűzmadarat. Az első éjszaka a legidősebb cárfi, Vasili ment ki a kertbe. De nem győzte várni a madarat, leült a fa alá, el is aludt, s reggelre eltűntek az aranyalmák. Reggelre kelve a cár hívatta Vasilit. No, fiam, láttad a tűzmadarat? Nem láttam, felséges édesapám, ma éjjel nem jött el. Másnap Dimitri cárevicsen volt a sor. Ő vállalta az örködést, hanem ő is úgy járt, mint a bátyja. Várt egy órát, kettőt, akkor olyan mély álomba zuhant, hogy miatt ugyan felhalhatta volna az egész kertet a tűzmadár. Reggel hívatta Dimitrit a cár, és megkérdezte. No, fiam, láttad-e a tűzmadarat? Felséges cáratyuska, a színét se láttam. Ma nem jött el a madár, felelte Dimitri. Harmadik éjjel a legkisebb cárevics Ivánál tört. Türelmesen várt egy órát, kettőt, hármat. Hát egyszerre nagy fényesség támadt a kertben. Megérkezett a tűzmadár. Rögtön letelepedett az almafára, és nekilátott a falatozásnak. Iván lábújhegyen odalopakodott, hogy a madarat elfogja. Az azonban kicsúszott a kezei közül, és szélesebben elrepült. Hanem egy faktolla Iván keze között maradt. Reggel, amint a cár hivatta, Iván odavitte neki a tollat. Úgy ragyogott fény lett az a toll, hogy egymaga bevilágíthatta volna a palota nagy termét, ahol 1000 gyertya égett vendégfogadáskor. Václav cár megörült a tollnak, legdrágább kincsei között őrizgette. Attól az éjszakától fogva nem tért többé vissza a tűzmadár, nem esett baja az aranyalmafának. De a cárnak mégsem volt nyugta, egyre jobban vágyott a tűzmadára. Ismét maga elé hivatta a fiait, és azt mondta nekik. Édes fiaim, fogjátok atyai áldásomat, induljatok útnak, hozzátok el nekem a tűzmadarat. Aki elhozza, azé a fele királyságom, s holton után az egész. Mióta Ivánnak sikerült megszerezni a csodálatos tollat, a két bátyja féltékeny volt rá. Annyira, hogy kettesben indultak útnak, Ivánt nem voltak hajlandóak maguk közé fogadni. Iván egyedül indult megkeresni a tűzmadarat, hiába igyekezett őt visszatartani az apja, a cár. Fiatal vagy te még ilyen veszélyes nagy úthoz, mondta. Maradj inkább velem. Öreg vagyok, s ha meghalnák, mialatt ti távol vagytok, ugyan kikormányozna helyettem. Amikor a cár látta Ivánt, nem tarthatja otthon, áldását adta rá. Iván felpattant a lova hátára, és nekivágott a világnak. Ment árkon, bokron, hegyen, völgyön át. Egyszer aztán egy nagy tágas tisztásra érkezett. A tisztás közepén, ahol három felé vált az út, egy kőoszlop állt rajta. Ha egyenesen haladsz tovább, éhezni és fázni fogsz. Ha jobbra térsz, megmenekülsz, de elveszted a lovadat. Ha balra fordulsz, halálfia vagy, de a lovad megmenekül. Iván rövid töprengés után a jobb oldalit választotta. Inkább én meneküljek, mint a lovam, gondolta. Két napon át bántalanul haladt előre. A harmadikon szembe találkozott egy nagy szürke farkassal. Nagy út van mögötted, Iván cárevics, mondta a farkas, de tudtad, ha erre térsz, el kell pusztulnia a lovadnak. Azzal rávetette magát a lóra, megölte, fölfalta és úgy eltűnt, mint a kánfor.
Iván keservesen megsiratta a lovács, aztán mi mást is tehetett volna, gyalog folytatta az útját. Estére úgy elfáradt, jártányi ereje sem maradt, leült az út szélére pihenni. Váratlanul előtte termett a farkas is, azt mondta: megesett a szívem rajtad, Iván Cárevics, sajnálom, hogy megettem a lovadat. Tudod mit, ülj fel a hátamra, én elviszlek oda, ahova kívánod. Iván elmondta a farkasnak, hová akar eljutni. A farkas nekiíromodott, futott, szélnek sebesebben, éjféltájban megállt egy magas kőfal előtt. Másszált a falon, Iván, mondta a farkas. A túloldalán egy kert van, a kert közepén, kalitkában a tűzmadár. Hozd el a madarat, de jól ügyelj, hozzá ne érj a kalitkához, különben jaj neked. Iván fürgén átmászott a falon, meg is lelte a tűzmadarat, óvatosan kiemelte a kalitkájából, hanem akkor más gondolt. Ugyanhogy vigyem a kalitka nélkül a madarat, és már is nyúlt a kalitkáért. Ahogy hozzáért, támadt olyan csengés bongás a kertben, hogy az őrök mind felébredtek. Megfogták Ivánt, és egyenesen a királyuk elé vitték. Dolmát király, mert ez volt a neve, tombolt dühében. Hely, te gyalázatos tolvaj! Hogy nem süllyedsz el szényenedben? Mi a neved? Ki fia vagy? Iván a nevem, Vaclav cár, legkisebb fia vagyok. De a te tűzmadarad éjjelente eljárt az apám kertjébe. Megdésmálni, kifosztani, tönkretenni kedves aranyalma fáját. Apám küldött ide a tűzmadárért. Mondd meg, cárfi, igaz lelkedre, tisztességes ember módjára jártál el, mondta össze szemöldökét Dolmád. Ha egyenesen elém beálltál volna, és szépen elkérted volna a madarat, bizony mondom, odaadtam volna. De te eljött, éjjel suttyomban, rossz tolvajként jöttél ide. Ha ezt világgá kürtölném, ugyan pirulhatnál. Ha nem tudod mit? Ha megteszed, amire kérlek, megbocsájtok neked, s még a tűzmadarat is neked adom. Menj el Afron királyhoz, s hozd el nekem az ő aranyszűrű lovát, mert ha nem, elmondom országnak, világnak, tolvaj vagy. Mit tehetett szegény Iván? Nagy búsan megígérte Dolmád királynak, elhozza az aranyszűrű lovat. Aztán elment, megkereste a szürke farkast, és elbeszélte neki, hogy s mint járt. Miért nem hallgattál rám, Iván Cárevics? Csóválta a fejét a farkas. Ha nem nyúlsz a kalitkához, máshol indulhattunk volna haza. Igazad van, nagy hibát követtem el, ismerte be Iván. No, hagyjuk, ami megtörtént, megtörtént, szólt a farkas. Ülj fel a hátamra, elviszlek Afron királyhoz. Olyan messze volt Afron országa, hogy lúháton soha nem ért volna oda Iván. A szürke farkas azonban villámsebesen járta meg, s pihenő nélkül a hosszú utat. Végre megállt egy gyönyörű palota, jobban mondva a palota istájú előtt. Figyelj a szavamra, Iván Cárevics, mondta a farkas. Most alszik az őrség, bátran elhozhatod az aranyszűrű lovat. De hozzá ne érj az istálló falán függő aranylószerszámhoz, mert különben jaj neked. Iván besúrant az istállóba. Éppen ki akar lépni a lóval az istállóból, amikor megakadt a szeme az aranykantáron. Hely, hogy csillogott, villogott! Iván nem állhatta meg, oda kapott. De ahogy megérintette a kantárt, támadt olyan zúgás-búgás, hogy az őrök mind felriadtak. Elfogták Ivánt, s vitték erővel Afron király elé. Honnan jöttél te tolval? Rivált rá hangosan a király. Mi a neved? Ki fia borja vagy? Iván a nevem, Vaclav cár az én apám, felelte megszeppenve szegény Iván. Cár fia vagy? S nem átallottál lopni? Ha elém beálltál volna, s elkérted volna annak rendje módja szerint a lovamat, bizony mondom, odaadtam volna. De te suttyomban, ének évadján próbáltad elorozni aranyszőrű lovamat. Ha világgá kürtölném lókötő vagy, nem más, ugyan restelhetnéd. Ha nem tudod mit? Ha megteszed, amire kérlek, megbocsájtok neked, sőt, még az aranyszőrű lovat is odaadom. Eredj el ebbe meg abba az országba, s hozd el nekem Tündér szép Ilonát. Régóta szeretem őt, de nem hajlott hozzám a szíve. Ha nem hozod el, börtönbe vetlek, mint tolvaj lókötőt. Mit tehetett Iván? Igent mondott, és sietett a szürke farkashoz. Ej, Iván, Iván, hogy lehettél olyan kapzsi? Miért nyúltál az aranykantárhoz? Háborgott a szürke farkas. Súlyos a vétkem, de kérlek, ne haragudj, farkas, mondta bűnbánóan Iván. Ami megtörtént, megtörtént. Vagytam fel a hátamra, elviszlek Tündér szép Ilonához. Futott a farkas, sebesebben, mint a gondolat. Egy-kettőre odaértek Tündér szép Ilona országába.
A farkas megállt a palota gyönyörű kertjének aranykapuja előtt. Te várj meg, Iván, azon a réten, a nagy földfa alatt, mondta a farkas. Iván elballagott a tolpfához, a farkas lesben állt az aranykapu előtt. Napnyugtakor tündér szép Ilonnak kisétált a kertbe, szolgáló lányai kíséretében. Amint a kapuhoz ért, a farkas berontott, a szolgáló lányok sikoltozva szétszaladtak, a farkas fogta tündér szép Ilonát, és futott vele Ivánhoz. Iván felpattant a farkas hátára, s nyomban indultak Afron király országába. Alig pillantotta meg Iván tündér szép Ilonát, s az őt egymásba szerettek. Amikor a farkas megállt Afron király palotája előtt, Iván sírva fakadt. Miért sírsz, Iván? Kérdezte a farkas. Hogy ne sírnék, hogy ne rínék, szeretem tündér szép Ilonát, s mégis át kell adnom őt Afron királynak. Jaj, a szívem szakad bele. Egyet se búsulj, Iván cárevics, kisegítelek ebből a bajból is. Átváltozom tündér szép Ilonává. Te bekísérsz a királyhoz, megkapod tőle az aranyszőrű lovat, akkor ülj fel a lóhátára tündér szép Ilonával együtt, és vágtass el jó messzire. Ott állj meg, és hívj gondolatban magadhoz. Akkor visszaváltozom szürke farkassá, és ott termek mellettetek. Úgy is lett. A farkas átbucskázott a fején, s lett belőle tündér szép Ilona. Iván bekísérte őt a királyhoz, aki majd eszét vesztette örömében. Mindjárt odaadta Ivánnak az aranyszőrű paripát kantárostul. Iván felpattant a lóhátára, maga elé ültette tündér szép Ilonát. Elvágtattak Dolmát király országa felé. Hanem a két szerelmes úgy belemerült a beszélgetésbe útközben, hogy Iván megkeletkezett mindenről, barátjáról, a szürke farkasról is. Végre mégiscsak eszébe jutott, gondolatban magához hívta, s abban a percben ott termett előtte a farkas. Már azt hittem, hogy ott felejtesz, mondta szemre álnyúan Ivánnak. No, de semmi. Ülj a hátamra, s folytassuk az utunkat Dolmát király országába. El is érkeztek hamarosan Dolmát birodalmába. A várostól 3 mérföldre megállt parancsolt Iván. Hallod-e, szürke farkas? Legkedvesebb barátom, még egy utolsó szívességre kérnélek. Nem változnál aranyszűrű lóvá, ahogy előbb tündér szép Ilonává? Nem bánom, felelte a farkas, a helyet át is változott aranyszűrű lóvá. Iván a mezőn hagyta tündér szép Ilonát az aranyszűrű lóval. Ő maga pedig elindult Dolmát királyhoz. Megörült a király az áll aranyszűrű lónak. Mindjárt odaadta Ivánnak a tűzmadarat aranykalitkástól. Iván sietett vissza Ilonához. Az igazi aranyszőrű ló hátán elindultak haza, Vaszláv cár országa felé. Kis idő múltán Iván gondolatban hívta a szürke farkast, az ő kedves barátját, s abban a minutában ott is termett. Így haladtak tovább. Iván szürke farkas hátán, tündér szép Ilona az aranyszőrű lovon, míg el nem érkeztek oda, ahol a szürke farkas megölte annak idején Iván lovát. Itt megállt a farkas, s Ivánra pillantva így szólt. Eddig hűségesen szolgáltalak, Iván cárevics, de tovább nem szolgálhatlak. Ez az a hely, ahol a lovadat megöltem, itt kell elválnunk egymástól. A szürke farkas úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Iván megsiratta, fájt neki, hogy el kellett veszítenie élete megmentőjét, jó barátját. Hanem aztán csak folytatták kettesben az útjukat tündér szép Ilonával. Már majdnem hazaértek, amikor nagy fáradtság tört rájuk. A lovat kikötötték egy fához, ők maguk leheveredtek a sejmes fűre, és édesdeden elszunnyadtak. Véletlenül éppen akkor vetődött oda Iván két bátyja, Dimitri és Vasili. Sok országot, világot bejártak kettesben, mielőtt Iván a szürke farkas hátán kalandozott, de semmire sem jutottak. Üres kézzel igyekeztek haza apjukhoz. Amikor meglátták alvó testvérüket, mellette tündér szép Ilonát az aranyszőrű lovat és az alajkalitkát a tűzmadarat, féktelen haragja gerjedtek, szinte eszüket vesztették az irítségtől. Kardot rántottak, megölték az öccsüket és durván felrázták álmából tündér szép Ilonát. Kik vagytok ti? Kiáltott a tündér szép Ilona. Úton állók, haramiák? Ha becsületes vitézek volnátok, pár bajt vívtatok volna a jegyesemmel, Iván cárevicssel. De ti álmában öltétek őt meg, ami még galádabb dolog, mint fegyvertelen emberre támadni. Dimitri herceg ekkor neki szegezte a kardját tündér szép Ilona torkának. Ha nem azt teszed, amit parancsolunk, téged is megölünk, kiáltotta.
Velünk jössz apánkhoz, Vaclav cárhoz, és azt mondod neki, mi nyertünk el téged az aranyszőrű lovat és a tűzmadarat is. A két gonosz testvér ezután sorsúzással eldöntötte, kié legyen tündér szép Ilona. A sors Vasilinak kedvezett. Dimitri felült az aranyszőrű ló hátára, és felkapta az aranykalitkát. A megölt Iván Cárevics 30 napig hevert ott a füvön, ahol a gazbátyai hagyták. Akkor véletlenül alá járt a szürke farkas. Megesküdött, visszahozza az életbe Ivánt. Lesben állt, elfogott egy varjat, és megígérte neki, megkíméli az életét, ha a varjú elrepül oda, ahhoz a forráshoz, amelyből az életvize fakad, és hoz neki egy üveggel belőle. A varjú elszállt, és 3 nap múlva tért vissza a csőrében az életadó vízzel teli üveggel. A szürke farkas meglocsolta Ivánt a vízzel, Iván felült, megdörzsölte a szemét, és nagyot nyújtózott. Be jót aludtam, mondta. Aludtál volna bizony örök kétig, ha én fel nem keltelek, felelte rá a farkas. A két bátyád megölts, elvitte apádat, tündér szép Ilonát, az aranyszűrű lovat, meg a tűzmadarat. Most azonban siessünk, mert Vasilij bátyád ma tartja a lakodalmát tündér szép Ilonával. Ülj fel a hátamra, elviszlek oda. Egyet lépett a farkas, 2 is már ott is voltak Vaclav cár palotája előtt. Felfutott Iván a lépcsőn, belépett a nagy terembe. Vasilij az asztalfón ült, jegyese tündér szép Ilona mellett. Amint tündér szép Ilona Ivánt meglátta, felugrott, s odafutott hozzá. Itt van, ő az én igazi jegyesem, Iván Cárevics, s nem ez a hazug gyilkos, aki itt ül mellettem, kiáltotta. Elsápadt Vasilij, Dimitri a kardjához kapott, de későn. Vaclav cár kérdésére tündér szép Ilona elmondta, hogy mi történt. Haj, de megharagudott a cár. Mindjárt bilincsbe verette 2 idősebb fiát, s levitte a legmélyebb föld alatti börtönbe. Itt Iván cárfi még aznap megtartotta lakodalmát tündér szép Ilonával, s boldogan éltek, amíg meg nem haltak.